Az Országos Könyvtári Napok Nagykanizsai program sorozatának volt vendége szerdán Steigerwald Krisztián, generációkutató, tréner. A könyvtárosoknak, majd a végzős középiskolásoknak tartott előadások témája a generációk harca volt, avagy a módja, hogy hogyan értsük meg egymást. Az Országos Könyvtári Napokat ezen a héten ünneplik a szakemberek, amelynek meghirdetett tematikája idén a generációs különbségek és az arra épülő megoldási lehetőségek voltak. A szerdai programon elsőként a biblioteka munkatársaihoz, pedagógusokhoz, olvasókhoz szólt az előadó. Az előadásnak a lényege az volt, hogy hogyan értsük meg egymást, hogyan értsük meg a mai generációt, mi könyvtárosok, pedagógusok és az olvasók esetleg egymást. A következő előadás pedig kimondottan egy végzős diákoknak fog szólni. Ez igazából az ő generációjuk, hogy hogyan az Országos Könyvtári Napoknak a tematikájában benne van a fiatalok esélyei, jogai, és arra kértem az előadót, hogy ebbe a témába igyekezzen a most végzős diákoknak egy kicsit útmutatást adni. Steigerwald Krisztián interaktív beszélgetéssel készült, hiszen, mint fogalmazott, ők alkotják azt a korosztályt, amely a frontális előadásban már nem annyira hisz. Amiről beszélni szeretnék, az, hogy milyen világban élnek, milyen az ő földi valóságuk szemben mondjuk a tanáraikkal, szüleikkel és a későbbi munkaadóik képességei vagy készségeivel szemben. És mindaz, ami az ő gyerekkorukban normális és természetes, például az audiovizuális környezet, a digitalizáció, az internet, ezeknek milyen mentális hatásai vannak. A szakértő számos olyan kérdést feszegetett előadása során, amely több generációt érint. Mindenről szó lesz Napi Kanizsa című műsorunk egy későbbi adásában.